főpolgármester úr, tisztelt elnökasszony, kedves vendégek! Nagy örömmel szolgál, hogy az alkalommal a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, valamint a Szabadtér Színház vezetőjeként a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítványtól megszólítatva, e jelen eseményben, mint együttműködő partner köszönhetem Önöket. A meghívás tárgya a vállalkozó nők, női vezetők a turizmusban és az idegenforgalomban Budapesten. Kifejezetten testhez álló, és ma nagyon is aktuális téma. A világban zajló dinamikus fejlődés a városok és országok közötti gazdaságot befolyásoló, élénkítő versenyhelyzetben minden felelős vezető az újabb kitörési lehetőségeket keresi. Mint ahogy azt a mi kormányunk és minisztériumunk is, és a főváros is, az e területen lehetséges a jövőben mutató, hosszú távú stabilitást és biztosító garanciákat, fejlesztéseket és beruházásokat, gazdasági eredményeket magáénak tudható nagy programokkal, Budapest főszereplésével építi az ország jövőjét. Mi más lehetne? A nagyívű beruházásokban, tervekben az egyik legfontosabb célkitűzés, mint hogy a mikro, a közép és kisvállalkozásokból felépült és azokkal jelenleg is jól működő turisztikai ágazat további fejlesztésével és együttműködésében történjen. Benne is bizonyítottan van és nélkülözhetetlenül számít jelenléte a női vállalkozóknak és vezetőknek. Bízom benne, és az élet számos területen igazolja, hogy a női vezetők, a szaktudásuk, a kreativitásuk, helytállásuk, kitartásuk miatt talán nélkülözhetetlenek is. Hiszen, hogy a nők a családanyai szerepet is betöltve a többszintű munkavégzés mellett, mint vállalkozó, hasznos és stabil részei az ország sikerének, úgy, mint a turizmusban, a művészetekben, a sportokban, sportvállalkozásokban és számos területen is. Egy sikeres hetet mutatunk magunk mögött, a BFTK a 39. utazás kiállításra első alkalommal vitte ki Budapesten 500 négyzetméteren, mint hazai díszvendége. Újabb és újabb lehetőségekkel, kihívásokkal találkozunk és készülünk erősíteni a turisztikai ágazatot, akár a gasztronómia, a kultúra területen már működő és belépő vállalkozásokra is gondolva. A BRTK-nak a maga eszközeivel is jelentősen infrastruktúrájával, valamint a humán kapacitásával kiveszi részét a tartalom és kulturális attrakció gyártásában. Kiemelten természetesen a turisztikai szolgáltatásként egyaránt a turisztikai és kulturális iparágazat minőségi vállalkozásait is segítve. Szeretnék kívánni Önöknek hasznos és kellemes együttlétet, beszélgetést és sikeres közös jövőt. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen Bán Teodórának e magas gondolatokat, és szeretném felkérni Tarlós István főpolgármester